És a mágnes. Ideje felkelni, Chuggington. Ó, Vee nem tűnik boldognak. Figyelem, mozdonyok! A sárga vonal ma le van zárva. Sajnos a sín egy része megsérült. Á, akkor azért ilyen frusztrált. Egy csomó átszervezést meg kell oldanom. Türelmet kérek. Szegény Vee. Fú, szia, Hodge. Dolgos éjszakád volt, Kali. Abszolút őrült volt. Három sürgős híváson volt. Hát, nem könnyű egy vonatmentő élete. Edith, hogy megjött már? Még nem. Sürgősen meg kell javítani azt a sínpárt. Szólok neki. Ó, a problémák sorának már sosem lesz vége. Ó, szegény Vee. Szóval, kell egy elektromágnes, hogy elvidd a rossz sínt, és egy teherkocsi, amiben majd az újat hozod. Igen, jól látod, Kali. Gyere, megoldjuk a dolgot. Mi folyik itt? A piroson megyek. Meddig utána jobbra befordulok, át a hídon végig, és utána befordulok. Mi? Sajnos nincs ennyi időt. Nem, az nem megy. Tudom, hogy már régóta vársz, Irving, de nem tehetek semmit. Ma begyűjtő nap van, Dunbar, és tudod, hogy utálok csúszni a körömmel. Dunbar, ma reggel is lesz oktatás. Ó, ne haragudj, Kokó, de a reggeli óra később lesz. Most pedig foglald el magad az állomás környékén, kérlek. Azzal nem lesz gond. Megvan minden, Hodge. Csak sajnos Eddie nincs itt. Fel kéne vennem az állomáson. Ez jól hangzik. Jó, majd szólok, ha látom, Vee. Vonat érkezik. Nyílnak az ajtók. Vigyázzanak a peronon. Az ajtók záródnak. A vonat azonnal indul tovább. Ha Edith keresed, nincs az állomáson. Ó, remek. Már megint biztosan késik. Vee nem lesz boldog. Miért nem lesz boldog, Vee? Mert Edith késik, és meg kéne csinálnunk a tönkrement sínt. Á, akkor azért van az a felfordulás. Igen. És mondd, miért nem javítod meg te? Én? Jaj, nem. Nem megy Eddie nélkül, nem. Miért nem? A mágnessel nehéz bánni, mert nem látom, mit csinálok. Majd Eddie segít neked. Várj, segíthetek. Dunbar kért, hogy segítsek, ha tudok. Nem tudom, Wilson. Kérlek benneteket, hagyjátok szabadon ezt a sínt, hogy Olvin beállhasson. Hát, Vee segítene. Gyerünk, irány a sínpár! Kérem, nyugodjon meg mindenki, én mindent elintézek. Örülök, nem igaz, Morgan? Igen, szegény Vee-nek nincs könnyű dolga. Á, jó, Eddie és Hodge elindultak dolgozni. Hamarosan minden rendbe jön. Fú, akkor ismét tudunk majd normálisan dolgozni. Jó hír, Vee, Eddie már elindult megjavítani. Hoho, vigyázzon, csak óvatosan! Hoho! Hey, állj! Te már nem férsz el itt! Vissza kell tolatnod! Na és hová? Két mozdony is van mögöttem. Jaj, mindjárt túl melegszem. Nézd, Wilson, ott van a törött sín. Ó, igen. Bár itt lenne Eddie. Gyerünk, hiszen rengetegszer csináltad már. Mit tegyek? Állj a másik sírre velem szemben. Azonnal. A mágnessel fel kell szednem a törött részt. Aztán leraknom az újat. Ne feledd, én nem látom, te segítesz. Jól van, Wilson, érted?
nézd, egy pillangó! Hát ez hogy került ide? Wilson! Ó, bocsi, már figyelek. Ó, ezt a részt nem szeretem. Jól van, bekapcsolom. Felfelé, hogy? Le, de csak egy picit. Vissza, egy kicsit, ne, inkább felfelé. Most balra, balra. Hoppá, mármint jobbra. Hé, Wilson, csak érthetően. Előre, ez az. Tart meg ott, várj. Mi? Oda ragadtam a mágneshez. Kapcsolt le, hogy hallod? Próbálom. Kár volt belemennem ebbe az egészbe. Már ennyi az idő. A vonat megáll. Szia, Edi! Ah, ez gyors volt, Edi. Minden rendben? Igen. Minden szuper. Remek. Szólok Vének. Miről? Vonatok, egyelőre hagyjátok szabadon a síneket. Hé, hey, mi folyik itt? Ha? Várj csak! Nem épp Hodge-al javítod a sínt? Milyen sínt? A sárga vonal áll. Hodge elindult megjavítani. Én pedig azt hittem, hogy te vele vagy. Oh, szóval Morgan erről beszélt. Én buta. Kapcsold le! Próbálom. Bocsi, Wilson. Látod, ez nem megy. Ügyetlen vagyok. Hiba volt azt hinni, hogy sikerül. Menjünk vissza. Menni fog. Hibáztam, mert közel mentem. Nem teszem többet, ígérem. Gyerünk! Rendben. Ez az! Tökéletes! Ó, mi történik? Gyorsan, kapcsold le a mágnest! Most már három rész hiányzik. Mi? Jaj, ne! A vonal így még tovább lesz majd zárva. Még ne nyisd meg a vonalat, Vi, még nincs kész. Most hová mész? Segítségért. De meg tudod csinálni? Nem, dehogy is. Nem tudom kezelni a mágnest. Reménytelen. Ide figyelj, csak le kell kapcsolni a mágnest, ha nem kell. Majd kijártok. Gyerünk! Tudom, hogy meg tudod csinálni! Valóban azt hiszed? Hát persze! Fel egy icipicit! Tökéletes! Most ragd le! Mágnest ki! Szép volt, Hágy! Sikerül! Remek! Jöhet a következő! Vajon mi vár rám? Remélem nem lesz nagy meló. Hogy állunk, Zefi? Még egy? Egyedül megcsináltad! Bocsi, Edi, de sürgős volt, és nem jöttél időben, és... Remek lett, haver! Ah, nézd csak meg! Nagyon büszke vagyok rád! Köszi! Csapatmunka volt! Jó! Szólok Vének, hogy kész! Figyelmet kérek! A sárga vonal ismét... szabad! A forgalom hamarosan helyreáll! Induljunk haza, mielőtt jönnek a vonatok. Már késő? Óvatosan, én is itt vagyok. Szép volt, Hodge. Te vagy a megmentőm. Lehet, hogy holnap is késem, hogy lássam, mit tudsz. Ó, Edi. Csak viccelek, haver. Csak viccelek. Magyar hangok. Glósz András, Bogdányi Titanilla, Szalai Csongor, Sánta Anna Mária, Vári Attila, Kubányi György. Magyar szöveg Bogdán László. Hangmérnök Pap Krisztián és Jung Norbert. Szinkronrendező Gömöri V. István. A magyar változat a Minimax megbízásából a Subway stúdióban készült.